cigány családban ugye született, ahol a nagymama az egy igazi cigány, putris cigányasszony volt, házakhoz járt mosni, vasalni, és minden gyermekét tanítatta. Apa volt az utolsó gyerek, a legfiatalabb. Egy országosan ismert harmóniumjavító mester és egy házaló, írástudatlan cigányasszony legkisebb fia, aki a miskolci és törökszentmiklósi cigánytelepről, ahol még rendszeresek a kényszermosdatások. Ebben vele volt Kálmán is, én is mindenki, ott álltunk sorban mindnyájan. Mikor a nagynénénket, meg a lányokat alul felülem írták, pucira. Haj nélkül, az nagy fejű volt a szép cigánylányoknak az. És akkor jöttek egy óra múlva kopaszon. Ordítottak, kiabáltak, sírtak, hogy mi lesz most velünk. Hát ugye, ott tekintett nélkül mindenkit a világon. Szóval nagyon durva dolog volt. 1944-ben Farkas Kálmánt, akárcsak a cigánytelepen élő többi férfit, még elhurcolják tankcsapdát ásni. Úgy szökik meg nagybátyjával együtt. Pár év múlva segédjegyző a községházán, aztán a Gödöllői Egyetemen előadó, ahonnan későbbi feleségét követve kerül Szabolcsba a helyi néplaphoz. Filozófiát tanította a Gödöllői Egyetemen, fiatalon. Ott ismerkedett meg az édesanyámmal, hát ott lett nagy szerelem, és onnan datálódik ez az egész házasság minden, mert onnantól kezdve udvarolt neki, házasság volt, és rögtön jött is a gyerek. Hát a Kelet-Magyarország szerkesztőségébe kerültem 1953. februárjában. A Kelet-Magyarország elődjéhez, a néplaphoz. És innen mentem nyugdíjba. Én vagyok az ország első cigány újságírója. Szóval ezt így tartják nyilván, hogy az ország első cigány újságírója. Nagyon művelt, nagyon felkészült, nagyon lelkiismeretes. Rendkívül jó szókincsel rendelkező ember volt, és nagyon tapasztalt bölcsember volt. Újságírói pályán 40 éve alatt nem marad amennyiben olyan cigánytelep, ahol ne járt volna. Írni szerettem. Írni akartam. Szabadabban, őszintébben, nyíltabban, mint ahogy lehetett. Eljutottam a szektás, dogmatista felfogástól a polgári demokrácia elfogadásáig, soha meg nem tagadva roma mi voltomat. Hülye romák. Na tessék, megkaptad. Mit mondod? Azt mondja, hülye romák. Nem igaz. Nem tudnak normálisan gondolkozni embereket. Egy kalap alá vesznek mindenkit, szóval egyszerűen elképesztő. Éveken át segíti az állami gondozásból kikerülő fiatalokat. A 80-as évek végén pedig az első roma szervezetek körül bábáskodik. E szervezeteket egyszerre tűrte a hatalom aféle szelepnek számva, és érlelődtek alulról a közösség felől. Szervusz, édesem! Na, meg tetszik ösmerni? Meg, a Guszavot. Hát nem a Kelet-Magyarországnak tetszett. Úgy van, persze. Na, meg az Erzsike vagyok. Jó, Erzsike néni. A kicsike, a takarító. Igen. Úgy van, nagyjával. Jó van, hogy tetszik lenni? Magára szavaztam. Érem szavazott? Akkor, amikor te lesz. Ne mondja már. Igen. De most a jövőben kire fog szavazni? Akkor is. Ér rám? Igen. A testvéri szál, akik végigfutottak, azok mindegyik valamilyen szinten felemelkedett. Tehát most az én édesapám ágáról nagyon, tehát hogy vannak költők, iskolaigazgató, a zongora és orgona készítő és hangoló mester, a zenészek, hát a száztagú cigányzenekarban azt hiszem volt vagy 30 rokonunk, és mondok a testvérünk, hát az Ökrös Oszkár például, ugye, a cimbalmos, ugye, meg van szegény. De hogy elég sokan. És így felemelkedtek. Tehát én azt nem tudok olyanról, aki lecsúszott volna. 1988-ban a Cigány Kulturális Szövetség megyei szervezetének alapítója. 1994-ben az első országos cigányönkormányzat alelnöke. Farkas Kálmán 2004-ben hunyt el, de ránk hagyta több száz cikkét és családja történetéről írt könyveit.